Sziasztok! Itt is lennék egy olyan Total War Roma 2 online csatával, és ebben a csatában a Saba frakcióval fogok játszani, a rómaiak ellen. Ugye a seregen felépítése az, hogy elnézzem és jól látom, van ugye 4 csapat zsoldos himjárlovas, egy ilyen viszonylag egész jó lovas, ugye nem olyan erős a rómozása, de 15-ös támadóereje van például más lovasság, vagy ugye elefántok ellen. Van még 2 csapat Noble Swordsman, ugye az egyik hadvezéri testőrség, középen vannak az ilyen zsoldos Marib Guard, ez egyfajta lándzsás egység, a szárnyakon pedig a zsoldos Maskat martalócok, 2-2 ugye, és azon kívül még van 1-2-3-4 csapat Sabayan Yas. Hogy őszinte legyek, ezzel a frakcióval talán még egyszer sem játszottam. Szóval ez egy olyan, hogy nem is igazán tudtam azt, hogy milyen seregem lesz, mert nem igazán ismerem ezeket az egységeket. De ugye nem is az, hogy név szerint nem ismerem őket, hanem sem úgy, hogy képességük szerint. De ugye általában, mint minden egység, a lándzsások ugye nagyon nagy védekező képességgel rendelkeznek, a kardforgatók támadó erővel, és egész jó védekező képességgel is, és ugye vannak az ilyen martalócok, nagy támadóerő viszonylag, és ugyanúgy viszonylag egész jó védekező képesség. Az ellenségnek pedig, hát persze van 2 nagy ballisztája, azon kívül ugye még itt van 2 csapat legionárius kohorsz, van még egy római skorpió, van 1-2-3 csapat auxiliás szíriai jász, azon kívül még 3 csapat auxiliás Valier paritjás, ugye, azon kívül még vannak egy-egy csapat vigilész ugye a szárnyakon, van még pratoriánus gárda is, ahogy elnézem 2, és ugye, ahogy elnézem, ezek pedig a triárik, szerintem ebből is van 1 vagy 2, meg ugye a tábornoki testőrség. Ugye annyi az egész, tudni kell azt, hogy a római nagy ballista az fixálva van, szóval nem lehet mozgatni. Ezért, hogyha nekem sikerül ugye kitérnem balra, és innentről indítani ugye a támadást, akkor ugye a balliszták nem még tudnak majd lőni. Amúgy jó nagy veszteséget okoznak. Kb. Már vagy 100 katonát elveszítettem csak a balliszták miatt. És ugye az ellenségnek triári egységei vannak, meg pratoriánus gárda, és hát nagyon erős egységek. De ami nincs az ellenségnek, az lovasság. Amúgy kissé valamit nem értek az online csatákban, ugye a nyílt terepi csatákban. Miért van az, hogy aki becsatlakozik, hogyha például én létrehozok ugye egy szobát, és becsatlakozik valaki, őt a játék védőnek úgymond mondja, és ezért ő képes lehelyezni cölöpöket, meg ugye ilyen köveket. Pedig hát nyílt terepi csatát játszom, ergo mindkettőnknek ugyanazok kellene, hogy legyenek. Szóval, ha az ellenség tud lehelyezni köveket, vagy ugye cölöpöket, vagy ilyesmi, akkor ugyanúgy nekem is kéne. De valamiért a játék szerint nem. De ugye a legjobb az egész, hogy le lehet rombolni az ilyen cölöpöket, vagy ilyesmi. És ugye ez elég nagy előnyt biztosít az ellenségnek, mert ugye sokat számíthat. Például. Nem olyan sokat, de azért számít. Amúgy már nagyon nagy veszteségeim vannak. Ugye az ellenségnek több előcsatározója van, mint nekem. Az ellenségnek ugye van 3 auxiliás íjász és 3 auxiliás paritjás. De egész jó arányban sikerül az ellenséges előcsatározókat ugye elintézni.
Valójában ezek az íjászok annyira nem erősek, mert mindössze 125-ös távolsága támadása van, és csak 35-ös missile damage, szóval semmi extra nincs bennük, ugye? És ugye, ha jól látom, nem is igazán páncélozott íjászok, szóval... Ja, elég gyorsan ki is lehet őket lőni. Amúgy az ellenfelem elkövet egy nagyon nagy hibát. Lehet látni, hogy az íjászai a lándzsásaimat lövik, és nem az íjászaimat. Én a helyében azt tenném, hogy egyből kilőném az íjászokat. Oké, most már elkezdte lőni az íjászaimat. És utána ugye a gyalogságot. Jelenleg ugye azon vagyok, hogy ha már tudom azt, hogy úgyis elveszítem az íjászaimat, akkor legyen az, hogy okozzak minél nagyobb veszteséget az ellenséges íjászoknak. Nos igen, amúgy a balliszták is elég érdekes módon működnek, ugye a balliszta csak előre kéne tudjon lőni, de ugye a játékban valójában tud így is, meg így is, meg így is, szóval, ja... Hát igen, amúgy tényleg látszik a Rome 2-n az, hogy egy elsietett játék volt. Mert ugye ezek a balliszták valójában csak egyenesen kéne tudjanak lőni. Olyat, hogy oldalra, olyat nem, mert egyszerűen nem úgy van kiépítve, csak ugye egyenesen. Tehát nagyon, nagyon látszik a Rome 2-n, hogy egy úgymond elsietett játék volt, mert emlékszem, mikor legelőször megjelent, olyan volt a játék, hogy még a betöltő képernyő is bugos volt. Sokszor még az is bugolt. Jelenleg ugye ezt az egységet, ezt a triári egységet szeretném bekeríteni. Amúgy itt egész jól megy a csata. Nem törtek meg a légionáriusok sajnos. Pedig ugye rányomtam egy Warcry képességet, de sajnos nem törtek meg. És ugye a legeslegjobb az egész, hogy lovassággal sikerült betörni, és elkapni a rengeteg előcsatározót, meg ugye hátba támadni a légionáriusokat. Ja, itt is betört a lovasság. És azért még néhány íjász egységem megvan. De ugye nagyon nagy veszteséget okoztam az ellenségnek azzal, hogy megöltem egy csomó íjász meg parittyást. Mert ugye még mindig van egy csomó lőszerük, de a lovassággal, ha elintézem őket, akkor az ugye nagyon nagy veszteség. Ugye jelenleg mindössze nem is igazán történik semmi komoly, csak ugye a lovassággal folyamatosan rohamozok, vonulok vissza, meg ilyesmi, szóval nem történik semmi komoly. Már csak annyi az egész, ugye, hogy az ellenség be van kerítve nagyjából, és le kell győzni őket. Ami szerintem menni fog.
Annak a katonának nincs meg a lándzsája. LOL? Oké, most már megvan. És meghalt. Oké, ugye az ellenségnek még mindig vannak úgymond minőségi egységeik. Ugye a Triári és a Pratorianus gárda, csak ezzel annyi a probléma, hogy ugye be vannak kerítve. De a Pratorianus gárda szerintem még ki fog tartani. Annak ellenére, hogy az ellenséges hadvezér ugye meghalt. És ugyanúgy a Triárik is ugye szerintem kitartanak majd. A legnehezebb, amit nehéz lesz ugye legyőzni, azok a Pratorianus gárdák. Amúgy ilyenkor, mikor ez a helyzet, ez a szituáció egy egységgel, ilyenkor érdemes kikapcsolni a formációs támadást. Mert lehet látni, hogy ezek az egységek próbálják fölvenni a formációt, így nem harcolnak azokkal, akik a hátuk mögött vannak. Mármint nem úgy, ahogyha úgy, nem úgy harcolnak, hogyha kikapcsolnák a izét. Vagyis hogyha ki lenne kapcsolva ugye a formációs támadás. Szóval hogyha egy görög, nem is csak egy görög, hanem egy olyan egység, ami rendelkezik a formáció támadás vagy alakzat képességgel, és be van kerítve, akkor érdemesebb kikapcsolni a formációs támadást, mert akkor jobban figyelnek úgymond a többi ellenségre, ugye akik bekerítik őket. Wow, ez a Pratorianus gárda nem tört meg annak ellenére, hogy Volkrai képességet is elhasználtam. A formációs támadás csak akkor jó, hogyha szemtől szemben megy a harc, de hogyha be van kerítve az egység, akkor érdemesebb kikapcsolni. Oké, lassan ugye, de megtörik a Pratorianus gárda. De itt amúgy, itt győztek az ellenséges csapatok sajnos. Nagyon nehezen, de sikerült legyőzni és megtörni az egyik Pratorianus gárdát, de még mindig vannak a Triárik, és még némi Pratorianus. De leginkább már csak a Triárik vannak ugye.
és feladták a izék, feladták ugye a Triárik és a Pratorianus gárda. Egész érdekes csata volt, mert őszinte legyek, nem gondoltam volna, hogy sikerül megnyerni, főleg miután ugye elkezdtek bombázni a balliszták, még a római Scorpio is megölt 93 katonát, de ugye ami nagyon veszélyes volt, az a két csapat Pratorianus és ugye a Triárik. Mondjuk az egyik Triári egységet sikerült könnyedén legyőzni, ugye, úgyhogy minimális veszteséget okozott. Ahogy elnézem, a két légionárius kohorsz pedig pontosan 108 katonát ölt meg mind a kettő. Mennyi már az esélyre, hogy mind a két légionárius kohorsz ugyanannyit fog megölni. 108 veszteség egyiktől az viszonylag kevés egy légionárius kohorsztól. De ugye ami tényleg nagyon erős volt, az a Pratorianus gárda, az egyik 399, a másik pedig 312. Ugye nagyon nagy veszteséget tudtam még okozni azzal, hogy sikerült elintézni egy csomó előcsatározót, ugye, Paritjást és Íjászt a lovassággal, meg ugyanúgy az én íjászaimmal is. Meg ugye annak ellenére, hogy a római hadvezér elég gyorsan meghalt, a római katonák akkor is egész jól kitartottak, ugye, és egész jól harcoltak. Mert a római egységek, ha meg is hal a hadvezér, nem veszítenek annyi morát, mint például egy barbár csapat például. Kb. Ennyi lett volna az online csata. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!